A választékolás nem értéknövelő, hanem értékmegtartó munkaművelet. Ez azt jelenti, hogy az évtizedek alatt nevelt fatörzset kimérjük a legnagyobb értéket képviselő és a piaci igényeket kielégítő választékra. A választékolás eszközei a hoztoló léc, az átlaló, a kacor. A választékolásra a fahibák közül a legnagyobb hatással a görbeség, a göcsök létezése, a villásnövés és a faanyag egészségi állapota van. Mindig a tő felől, a legértékesebb szakasznál kell kezdeni a választékolást. A műveletnél célszerű a törzs tövéhez állni, mert a fahibák onnan láthatóak legjobban. A választékolást az erdész, vagy az erre jól betanított szakmunkás végzi. Törekedni kell a minél hosszabb választékok előállítására, de a térgörbéből rövidebb síkgörbét, a síkgörbéből rövidebb egyenes szakaszokat kell választékolni. A választékolás lehet előválasztékolás. Ilyenkor a közelítés igényeit figyelembe vevő hosszú fát választékolunk. Figyeljünk a választékok számának megfelelő ráhagyásra azért, hogy az egymás után következő ipari fa választékok hossza biztosan meglegyen. A választékolás lehet még kész választék a választékolás, rövidfás munkarendszer, erdészeti felkészítőhely vagy rakodó. A számba vételezés a faanyag térfogatának meghatározását, a felvételezett röng, sarang, rútfa, lajstromba vételét jelenti. A számba vételezés lehet egyedi, amikor lemezipari rönköt, fűrészrönköt vagy egyéb anyagot számba vételezünk. Megmérjük a rönk hosszát, kéreg nélküli csúcsátmérőjét, az átmérőt több irányból. A mérések alapján a köböző könyvből kiolvassuk az adott törzs köptartalmát. A mért adatokat a bütün jelezzük. Az adatokat a felvételi lapon rögzítjük. A csoportos térfogat meghatározása hosszúság és kéreg nélküli csúcsátmérő alapján a táblázatból kiolvasva csoportosan, folyóméterben vagy folyóméter-köbméter átszámító tényezővel történik. A sarangolt választékok nyilvántartását tömör köbméterben hossz, magasság és szélesség alapján végezzük.